Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Nem akarok ünneprontó lenni, de emlékeznek, mit mondott Daniel Sucsú, szociáldemokrata parlamenti képviselő, hétfőn mielőtt átadta volna a szót az Uszér és Oana Zoyunak? Segítek, azt mondta, a nők minden plusz percnek örülnek. Nem emiatt ül most velem szembe Frunda Csenge, illetve csatlakozik hozzánk interneten keresztül Varga Fruzsina, de bevallom, kompenzálunk ilyenkor. A nőkre figyelünk március 8-án, miközben ennél sokkal többször kellene a nőkre figyelnünk, és ez azonban egy másik műsor. Egy önkormányzati képviselő, frakcióvezető és egy alpolgármester, fiatal hölgyek, a ma esti vendégeim. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A nők minden plusz percnek örülnek. Önök le tudnának reagálni egy ilyen kijelentést, ami a férfi társaiktól hangzik el? Úgy gondolom, hogy a parlamenti képviselő asszony nagyon jól lereagálta a mondjuk kiszexista kijelentést, ráadásul az ülésvezető parlamenti képviselő. Ő lereagálta, ön le tudná reagálni? Van, meg lehet ezt, hozzá lehet szokni ez, hogy így egyből legyen egy válasz zsigerből, vagy pedig a lépcsőházi effektus, amikor hazamegyünk és hátradőlünk a fotelből, fú, a francba, ezt kellett volna mondani. Le kell reagálni. Szerintem kötelességünk lereagálni, nem csak nekünk nőknek, hanem férfiaknak is. Egyrészt, másrészt pedig úgy gondolom, hogy ezeket a szexista megjegyzéseket, mert igazából ez az, nem szabad elengednünk a fülünk mellett. És mindannyiszor, mikor ilyen problémába ütközünk, le kell reagálni. Egyébként megjegyezném, hogy Bogdan Ilja Penélés igazságügyi államtitkár ma úgy köszöntötte a nőket, mint a társadalom ezen lényeit. Szép. Szép. Varga Fruzsina, ön kapott már hasonló szexista megjegyzéseket az önkormányzati munka során? Székelyföld kivétel? Jó estét kívánok mindenkinek. Én egyébként pont egy nőnapi rendezvény után vagyok itt most önökkel, és köszönöm szépen a lehetőséget, illetve a meghívást. Nem kaptam még szerencsére ilyen típusú hozzászólást, viszont egyetértek teljes mértékben az előttem szólóval. Igenis le kell reagálni az ilyen megjegyzéseket, viszont úgy gondolom, hogy a nőiség egyik talán legszebb jellemzője az, hogy általában az ilyen típusú megjegyzésekre a válaszok és a reakciók azok úgy szoktak jönni, hogy nem egy személyeskedő formát ölt, hanem egy sokkal frappánsabb, tömörebb, viszont annál erőteljesebb hangvételű tud lenni. Elkezdődik egy ilyen kijelentés után a bocsánatkérés, vagy a hasonló kijelentések után a bocsánatkérések, annak a bizonygatása, hogy én nem vagyok nőgyűlölő, én nem vagyok himsovinista, megveszünk egy virágcsokrot, vagy kettőt, és minden nőnek csokit adunk. De hogy a női jogokról való beszéd az nem uralja a közbeszédet, és hogy március 8-a után ezeket a dolgokat elfelejtjük. Van itt felelősség? Vagy meg kell érjen a társadalom, és még várni kell, majd jönni fog egy ennél szebb idő. Mondjuk én személy szerint nem hiszem, hogy kellene várni, sokat kellene még várni erre, de önökhöz szól a kérdés. Bocsánatkérésre visszatérve csak annyit jegyeznék meg, hogy azután lett országos hír ebből a parlamenti ügyből, amivel kezdtük az adást, miután a képviselő úr bocsánatot kért. Költői kérdés, hogy abban az esetben, hogyha nem kér bocsánatot, lett volna-e országos hír ebből? Nem tudom. Ami viszont a reakciókat, illetve a mai napot illeti, nyilván mindenki jobban érzi magát akkor, hogyha valakinek, egy hölgynek ad egy csokorvirágot, és úgy gondolja, hogy ezzel megtiszteli a nőiséget, mint olyan. De ahogy ön erre nagyon jól kitért, és a kérdés is erről szól, ez a nap, ez sokkal több egy virágcsokornál, sokkal több annál, hogy Facebookon szelfiket rakunk ki magunkról, illetve fényképeket, ahogy női kollégáknak virágokat adunk át. Ami a mentegetőzésről, vagy ami a mentegetőzést illeti,
aki mentegetőzik, vagy aki magyarázkodik, az alapvetően gyanús. Ezt azzal tudnám érzékeltetni, mint amikor a többségiek elmondják, hogy nekik nincsen semmi bajuk a magyarokkal, de azért mindenki szépen üljön otthon, és azért ne nagyon kéregesse senki a jogait, sőt, végtelenül felháborodnak, mint mikor mi jogainkat akarjuk érvényesíteni. Kell az esélyegyenlőségről beszélni, nem csak világszinten, és nem csak országos szinten, hanem Erdélyben is. Ennél sokkal többet, mint amennyit ma beszélünk erről a témáról. Marga Fuzsinától kérdezném, hogy rózsaszín a világ, vagy megérett a társadalmunk? Jó lehet most beszélni erről a kérdésről? Mindenképpen beszélnünk kell erről a kérdésről, viszont a világ nem rózsaszín, és én egy picit az esélyegyenlőség és a jogegyenlőség fogalmaknál szeretnék megmaradni, mert hogy úgy gondolom, hogy igen, Romániában talán 75 éve van a női jogoknak nagyobb tér biztosítva, legalábbis mondva, viszont sokszor azt érezzük, hogy ritkán érvényesítve. Viszont úgy gondolom, hogy nekünk női közéleti szereplőknek is nagy felelősségünk van abban, hogy ezeket a jogokat helyén tudjuk kezelni. És itt elsősorban arra gondolok, hogy én például nagyon sokszor érzem azt hölgy kollégáimnál, hogy férfibak akarunk lenni a férfiaknál. Én egy picit azt érzem, hogy nőkként kellene, és egyébként pont ezeket a női jellegzetességeket előtérbe állítva kimagaslóan teljesítenünk, illetve helytállnunk a társadalomban, és nem úgy, hogy valamilyen típusú frusztrációnak tűnő, kompenzálásnak tűnő, akár ruházattal, akár cselekedetekkel felhívnunk magunkra a figyelmet. Egyébként úgy gondolom, hogy az erdélyi magyar közéleti szereplők esetében azért ez az egyensúly megvan, tehát én azt hiszem, hogy női képviselők tekintetében jól állunk, viszont tényleg azt érzem néha, hogy akár az erősebb sminkkel, akár maga a kinézetünkkel azt próbáljuk szugerálni, hogy akkor így vagyunk mi egyenlőek a férfiakkal. Holott nem feltétlenül ezen a szinten kellene mi egyenlőségre törekedjünk. Azt mondtam, hogy jól állunk, itt a kérdés az, hogy mihez képest állunk jól most, hogyha a rendszerváltás előtti időszakhoz viszonyítjuk, amikor a parlamenti képviselőknek és szenátoroknak az aránya nem érte el az 5%-ot, 4,9% volt most, ahhoz képest jól állunk, és ha azt nézzük, hogy mi van Cipruson, mi van Bulgáriában, mi van Magyarországon, ahhoz képest a román parlamentben a 18%-os aránya 400 akárhányból 87, talán. Rendben van. De hogyha ennél tovább tekintünk, nyilván nem vagyunk mi még északi országok szintjén, a mi társadalom még nincs azon a szinten, de hogy valóban el lehet azt mondani, hogy jól állunk? És beérhetjük ezzel? Nem, én úgy gondolom egyáltalán nem állunk jól, és én ellen kell mondanom a polgármester asszonynak, hiszen nem régiben jött ki a nemzetek közötti a nemek közötti egyenlőség Európai Intézetének felmérése, amely szerint Románia után már csak Görögország van az esélyegyenlőség hiányát mérő ranglistán, és ez nem csak a gazdasági életre, hanem a politikai életre is vonatkozik. Tehát mai nap Romániában 20 miniszterből csupán 2 nő, és ahogy ön is említette, a parlamentnek csupán 18%-a nő. Én úgy gondolom, ezek nem olyan számok, amivel Románia, vagy akár az erdélyi magyarság... Mutatunk egy összeállítást arról, hogy hogyan állunk mi itt Romániában, és akkor folytassuk ezzel a beszélgetésünket. Az Európai Unióban, Cipruson, Máltán és Magyarországon a legalacsonyabb a nők aránya a parlamentben. Egyikben sem éri el a 15%-ot. Románia a negyedik ebben a rangsorban. A román törvényhozók 18%-a nő. Ez az arány kevesebb, mint fele az Európai Uniós átlagnak, ami 37-38%. A parlamentnél valamivel magasabb az önkormányzatokban mandátumot nyert nők aránya. 2020-ban a megyei tanácsosok esetében 23,9%, a városi tanácsosok esetében 23,4% volt ez a mutató.
az ország polgármestereinek 9,7%-a, a megyei tanácselnökök 4,86%-a, a szakminisztereknek pedig 10%-a nő. Varga Fruzsinától kérdezném, hogy ön mondta azt, hogy nem állunk rosszul, vagy jól állunk, már nem emlékszem, melyiket mondta, hogy tényleg ilyen a jó? Lehet, hogy nem állunk rosszul, de ilyen a jó? Nem állunk rosszul, én egyébként a női jellegek érvényesítésére értettem, hogy azt gondolom, hogy az erdélyi politikai elitben dolgozó, közéletiben dolgozó hölgyek tulajdonképpen a saját nőiségük érvényesítésében állnak jól. Illetve, hogyha én most a saját házam táján nézek szét mondjuk elsősorban, akkor úgy gondolom, hogy Sepsiszentgyörgyön igenis jó a nemek aránya ebben a tekintetben. Nyilván, ha országos viszonylatban nézzük, akkor van hova fejlődni, sőt azt mondom, hogy nem is kis léptékben, hanem nagyobb lépésekben kellene fejlődnünk. Viszont azt is érzem néha, és ezt egyébként női politikusként vagy női vezetőként, hogy míg egy-egy pozícióra férfi kollégák két kézzel jelentkeznek, addig hölgy kollégákban jelentkezés az sokkal kisebb mértékű, ami szerintem egyébként abszolút érthető, hogyha akár a társadalomban, akár pedig a családi életben, a mindennapi életben betöltött szerepeinket vagy vállalásainkat nézzük. Ha már itt Székelyföldről beszélünk, Háromszéken 45 polgármesteri székből egyet foglal el nő, Málnás község polgármestere, Szotyori Angéla név szerint. Hargita megyében 67 polgármesteri széket, 7 nő pályázott meg, de csak egyiküknek sikerült. És nagyon érdekes az itt szó volt az imént a két kézzel való jelentkezésről. A Réti Zsófiának, Csíkszentgyörgyi RMDS szervezet nem akart előválasztást, Réti Zsófia kilépett az RMDS-ből, függetlenként elindult a polgármesterválasztáson, és függetlenként nyert. De a férfiak közötti versenyben azt mondták, hogy nem, nincs rá szükség. Itt tartunk. Nem tudom, hogy Málnáson pontosan mi történt, ezt most hallom először. Ha ez így van, akkor gratulálok polgármester asszonynak, és sok sikert kívánok neki. Viszont engem egy másik ügy ébresztett fel arra, hogy itt azért még mindig probléma ez a női-férfi kérdés. A minap megjelent interneten egy csoport fénykép polgármesterekről, ahol 41 néhány, kb. 45 ember látható a csoportképen, összesen 3 hölgy, akik hátul állnak, szinte észrevehetetlenül, valószínű, mert a férfi kollégák azt gondolták, hogy nekik ott a helyük. Szerintem ezzel van a baj, és ezzel nagy gond van. Természetesen ilyenkor jön a válasz, hogy igen, de hogyha elsősorban álltak volna, akkor eltakarják az alacsonyabb férfiakat. Vagy pedig pontosan azt róttuk volna fel nekik, hogy csak 3 hölgy van, és őket elsősorban állítják. Úgy gondolom, hogy a nők sem első, sem utolsó sorban nem kell álljanak. A hölgyek ugyanolyan értékűek, vagy a hölgy politikusok, nem csak a politikus, hölgyek, hanem bármilyen más szakmában tevékenykedő nők egyenértékűek a férfiakkal. És szakmai alapon kéne megválogatni az embereket, nem nemi alapon. Marga Fuzsinától kérdezném, hogy milyen a politika egy nőnek, vagy milyen nőként politizálni, milyen nőként egy megyeközpont alpolgármesterének lenni. Éreztetik önnel azt, hogy nő? Törékeny, ne ezt elintézik a férfiak, adunk önnek egyszerűbb, könnyebb munkát, vagy egyenlő fél partnerként kezelik? Én azt érzem, vagy eddig is a munkám során azt éreztem, hogy nem szorultam különösebben támogatásra akármilyen beszélgetésről, akármilyen gyűlésről, tárgyalásról volt is szó. Viszont tagadhatatlan az, hogy egy kivételes önkormányzatnál dolgozom, és egy kivételes csapatnak vagyok a tagja. Itt Háromszéken
nem volt egyszerű, és főleg azokra a kérdésekre nem volt egyszerű, hogy akkor hogyan lehet Székelyföldön fiatalként, ráadásul fiatal nőként helytállni. És mindig ezzel volt a problémám, hogy úgy tettük fel a kérdést, hogy ráadásul nőként. Így már tényleg úgy kell az embernek reagálnia, minthogyha valamilyen típusú támadás érte volna, azzal együtt, hogy nem voltak nekem nemi megkülönböztetésben tapasztalataim még, de nyilván 2,5 év az sok mindenre nem elég. Viszont az is biztos, hogy amikor mondjuk egy nagyobb polgármester találkozón veszek részt, egyedüli nőként, akkor nagyon nehéz megtalálni azokat a narratívákat, azokat a témákat, amikben esetleg lehet csatlakozni a többi kollégához. Viszont ugyanakkor, hogyha megkerülnek azok a szakmai pontok, amik kapcsolódást jelenthetnek, akkor viszont abszolút felém legalábbis mindig tisztelet irányult, és nem éreztették azt, hogy én más lennék, vagy a nememből adódóan megkülönböztetett figyelmet kaptam volna. Sokkal inkább érzékeltem azt egyébként, hogy a korom például nagyobb akadály, mert hogy mit tudhat egy 20 éves a világ dolgairól. Tehát a korom miatt sokkal jobban éreztem megkülönböztetést, mint mondjuk a nemem miatt. Senge jelezte, hogy szeretne mondani. Én azt gondolom erről a témáról, hogy apró cseppekből lesz a zápor, és ahhoz, hogy itt reális esélyegyenlőségről beszéljünk, és arról, hogy ez a műsor meg se történjen, ahhoz egyaránt kell nő és férfi dolgozzon azon, hogy egymást kölcsönösen elfogadjuk. És egy személyes példával szeretném felvázolni, hogy miként gondolkodom a mindennapi életben az esélyegyenlőségről. Ugye mi is az önkormányzatban kevesen vagyunk, 23 tagú a városi tanács, ebből 2 vagyunk nők. És hát fogalmazzunk úgy, hogy ebben a mikrouniverzumban a kézfogás az még mindig a férfiak privilégiuma volt. Addig, amíg egy szép nap, megemberettem magam, és úgy mentem be a terembe, hogy mindenkivel, igazgatókkal, önkormányzati tanácsos kollégákkal, alpolgármesterekkel egyenként kezet fogtam. Először megfagyott a levegő, senki sem értette, hogy itt most mi történik, másodjára is egy kicsit furcsálták a kollégák a dolgot, és ma már ez egy mindennapi normalitás, mikor fölmegyek a lépcsőn, akkor lekezelek a kollégákkal, és szép napot kívánok nekik. És ők nyújtják először a kezüket, vagy még mindig önnek kell előnyújtania? Bár azért változó. Van már olyan férfi kollega, aki nyújtja a kezét. Milyen nőknek való egyébként a politika? Amilyen férfiaknak. Varga Fruzsina, ugyanez, amilyen férfiaknak, vagy egy nőnek más típusú tulajdonságokkal kell felvérteznie magát, mert hogy nehezítettebb ez a terep. Azon gondolkodtam, amikor készültem a műsorra, hogy 2 fiatal hölgyel fogok beszélgetni, akiknek a szüleik valószínűleg amikor annyi idősek voltak, mint ők, akkor az anyukák nem is gondolhattak arra, hogy egy nőnek megadathat az a lehetőség Romániában, hogy önkormányzati képviselő, frakcióvezető legyen, vagy alpolgármester. Ezért kérdezem, hogy milyen nőnek van. Önök gyerekkorukban gondoltak arra, hogy politikusi pályára lépek? Nekem személy szerint nagyon későn, és ezen mindenki elmosolyodik, de nekem nagyon későn született meg az a döntés, hogy én az önkormányzati tevékenységben, illetve közéleti tevékenységet szeretnék folytatni. Viszont nekem van egy hatalmas nagy szerencsém, nekem a családi modell az ott volt, nekem édesanyám egy rendkívül erős és határozott nő, aki klinikavezető, egyetemi professzor és magánvállalkozó egy személyben, akinek a mindennapi célja az, hogy embereken segítsen. Én ezt láttam otthon, nekem ez a természetes, és azt hiszem, hogy a pályaválasztásom is ennek köszönhető. Varga Fruzsina?
Én válaszolnék az előző kérdésére is. Nem, tehát hogy abszolút egyetértek azzal, amit Csenge mondott, hogy milyen típusú nőkre van szükség a politikában, valószínűleg olyan típusúakra, mint olyan típusú nőkre, mint amilyen típusú férfiakra, illetve nálunk azért jobb az aránya a városi tanácsban, tehát nálunk azért 21 képviselőből 9 hölgy van, tehát hogy azért nálunk úgy érzem, hogy ez egy egyensúlyban levő képviselet. Illetve, hogyha már Csenge a családi modellel élt, akkor én is azzal élnék, mert hogy mivel nálunk nem ez volt a jellemző, tehát hogy nekem édesanyám ő pedagógus, és nyilván ő is elvégezte a napi 6 óra, 7 óra, 8 óra annak függvényében, hogy az órarendje hogy volt összeállítva a munkáját. Viszont utána délután 100%-ban tudott édesanya lenni, vagy feleség lenni. Nekem sokszor például ez okoz egy picit nehézséget, hogy most is itt vagyunk esti órában, és apárom főzött nekem, és nőnapot ünneplünk, viszont ehelyett ugye rendezvényre kell mennünk, és interjút kell adnunk, amik a szakmai oldal felé billentik a mérleget, amit nekem egy másféle családi modellel egy picit nehezebb feldolgozni. Most nem azt mondom, hogy melyik a normális, vagy melyik a nem normális, mert nyilván ahány család és ahány háztartás, annyi szokás, és mindeniben az a normális. Viszont nekem egy picit át kellett kapcsolnom a gondolkodásmódomat arra, hogy akkor ezt az egyensúlyt, ezt milyen formában alakítom ki. Szó volt arról, hogy hány önkormányzati képviselőből hány nő. Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy nagyobb számban legyenek ott a nők az önkormányzatban? Itt a férfi uralom, a macsoizmus, vagy pedig a nőkkel bátrabbak legyenek? Úgy gondolom, hogy mindhárom. Mindhárom egy picit, és mindhárom egyszerre. A férfi kollégák sem repdesnek az örömtől akkor, és ez az előbbi példák nagyon jól szemléltetik, nem repdesnek az örömtől akkor, amikor egy női kollega bejelentkezik bármilyenféle megmérettetésre. De ugye ez így van, hogy ha férfi jelentkezne be, nem ugyanakkora lenne az ellenkezés? Attól függ, hogy hívják a férfit, és honnan jön. A tapasztalat azt mutatja, hogy vannak olyan helyzetek, de lehet, hogy csak én figyelek jobban ezekre a helyzetekre, amikor igencsak nagy felháborodást okoz egy hölgy jelenléte. Viszont van már precedens, és azt gondolom, hogy mi ketten vagyunk a nagyon jó példa arra, hogy azért bizalmat, elsősorban a kollégáink bizalmat áldoznak, vagy bizalommal ajándékoznak meg akkor, mikor ilyen tisztségekkel be kineveznek, és igen, ekkora csak, feladattal azt is hozzá kell ehhez tennünk, hogy ehhez a tisztséghez, vagy ahhoz, hogy egyáltalán választható legyen, és befutó helyen legyen választható, ez úgy jut el, hogy kvóta van, hogy rendben, akkor kapnak egy befutó helyet Marosvásárhelyi önkormányzatban a nők. A nőszervezet. A nőszervezet, de nyilván nem fog a nőszervezet férfit delegálni. Nem volt erre még precedens. Kapnak egy befutó helyet az ön esetében az ifjúsági szervezet. Most ők delegálhattak volna férfit, ez most ez az eset, hogy pont éppenségre egy hölgyet delegáltak, de hogy elégséges-e a kvóta rendszer ahhoz, hogy ösztönözzük a nőket a politikai szerepvállalásra, ezt Fruzsinától is, meg Csengétől is kérdezem. Én azt hiszem, én abszolút kvótapárti vagyok, és azt hiszem, hogy a kvóta az egyedüli egy megoldása annak, hogy ebből a helyzetből kibillentsük, és itt nem csak a mi szervezetünkről beszélünk, hanem általában véve a romániai politikumot. A parlamentben egyébként van egy kezdeményezés, egy törvénytervezet, amiben, vagy ami szerint a jelölt listák biztos befutó helyeinek minden harmadik jelöltje, elnézést, nő kell legyen. Ez már a képviselőházban tudomásom szerint bement, viszont a szenátusban még nem, de napirenden van, és nagyon remélem, hogy ezt el fogják fogadni. Spanyolországon ezelőtt 2 héttel fogadták el az 50-50%-ot. Mi ehhez képest a minden harmadiknál tartunk. Varga Fruzsina, kvóta rendszer elégséges?
nem tudom meghatározni, hogy elégséges-e vagy sem. Én személy szerint, és most akkor valószínűleg ez az ellentmondások estéje, én például annyira nem vagyok kvótapárti, mert én úgy gondolom, hogy az ilyen típusú, tehát ez is egyfajta megkülönböztetés, hogy kvótákban mérjük azt, hogy másképp nem lehet. Én szeretnék hinni abban, de nyugodtan lehet azt mondani, hogy naív vagyok, én szeretnék hinni abban, hogy szakmaisággal, rátermettséggel, határozottsággal el lehetne érni azt, hogy akár kvótarendszer nélkül is legyenek női képviselőink, legyenek női választott vezetőink. De ismétlem, nyugodtan lehet azt mondani, hogy még egy rózsaszín világban élek, és 2,5 év nem volt elég arra, hogy megedzen abban, hogy ezt a hitemet elengedjem. Viszont én úgy érzem, hogy abban a pillanatban, hogy mi ilyen formán megkülönböztettetjük magunkat, hogy egy-egy kvóta szerint valaki bekerüljön egy-egy önkormányzati képviselői csoportba, onnantól már fel fog épülni az a percepció, hogy lehet, hogy nem is szakmai, lehet, hogy nincs is meg a tudása, viszont volt egy kvóta, ezért bekerült. És szerintem sokkal többet fog kelleni bizonyítson az a hölgy, aki mondjuk így jut be egy önkormányzati testületbe, a szakmaisága tekintetében, illetve a rátermettsége tekintetében, mint egy olyan, akit esetleg eleve amiatt választanak be egy testületbe. Úgy senkitől kérdezem, ő azt mondta, hogy kvótapárti. Mi van akkor, ha egy politikus, egy női politikus kvótával befutó helyet szerez egy listán, majd egy másik választáson is elindul, és az előző tisztségéről való lemondást vonja maga után. Most ilyen esetben a közösség, vagy ha úgy tetszik, a nők mindössze néhány hónapig örülhettek annak, hogy a kvótát felhasználó hölgy, az ott volt a listán. Ilyenre tudtommal még nem került sor, legalábbis az RMDS történelmében. Viszont technikai szempontból megközelítve ezt a... Technikailag nincs, csak van morális a világon. Csak azt akartam mondani, hogy az utána következő jön be a testületbe, bármilyen városi vagy megyei testületről beszélünk. Én azt gondolom, hogyha valaki parlamentbe jut, ott is ugyanolyan módon, sőt talán még jobban, még magasabb szinten tudja érvényesíteni azokat a célokat, amiket ő maga elé helyezett. Azt gondolom, hogy az ügyet, ami egyébként szerintem a jó politikus ismérve, hogy az ügyet jól képviselje, tehát az a hölgy, aki jelen esetben felkerülne a parlamentbe, magasabb szinten tudja ugyanazt a munkát végezni, amit a helyi vagy megyei testületben. Van még szűk 2 percünk, mindkettejükhöz szólna a kérdés, ami Varga Fruzsinát kérdezném. Nőként, magyarként, vagy az ön esetében említette, hogy fiatalként nehezebb érvényesülni ebben a világban? Én fenntartom azt, amit korábban mondtam, hogy ha most ezt a 3 jelleget veszem a sorrendbe, akkor én azt érzem, hogy azt nehezebben fogadják el, legalábbis a mi szűk közösségünkben, hogy valaki fiatal, mint az, hogy mondjuk valaki nő, és hogyha nyilván, ha tágabb országos kitekintőt nézünk, akkor meg elég nagy hátrány tud lenni esetleg az is, hogy valaki magyar, vagy ugye kisebbségi nyelv családba, vagy identitásba tartozik. Úgyhogy én fenntartom azt, amit mondtam, hogy itt a mi környezetünkben meg kell néznünk egyrészt a különböző intelligencia szinteket, mert hogy ez is nagyon sokat nyom alatba, hogy akkor mi az, ami miatt elmarasztalnak, illetve nekünk kell határozottabban kiállnunk amellett, hogy elsősorban a szakmaiságunkat tekintsék, elsősorban a rátermettségünket és az odavalóságunkat tekintsék, és ne feltétlenül a nemünket, vagy pedig a korunkat. Csenge. Ezzel maximálisan egyet tudok érteni, viszont azt gondolom, hogy ez a 2 összehasonlítás, tehát hogy melyik rosszabb nőnek lenni, vagy magyarnak lenni, ez olyan, mint hogyha... Nem azt mondtam, rosszabb, nehezebb. Melyik nehezebb, elnézést, ez olyan, mint hogyha összehasonlítanánk a hangot a fényen. Nem nagyon román lehet. Politikáról beszélünk, magyarként nehezebb
elérni a célt, vagy nőként nehezebb elérni a célt? Én azt gondolom, hogy az elsődleges szempont a mi esetünkben az, hogy mi magyarként álljuk meg a helyünket Romániában, és ugye ezt nagyon sokszor hallottuk többek között szövetségi elnök úrtól is, hogy mi magyar közéleti személyekként egyik kezünkkel védekezünk, másik kezünkkel pedig tüzet oltunk, egyik kezünkkel védekezünk, másik kezünkkel dolgozunk. Azt hiszem, ez a mi feladatunk, ezt kell mi, mint helyi, mint pedig országos szinten csináljuk. Legyen ez a zárszónk, Frundat Sengye önkormányzati képviselőnek, frakcióvezetőnek, valamint Varga Fruzsinának, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterének. Köszönöm, hogy itt voltak ma este 24 pluszban, és válaszoltak a kérdéseimre. Köszönöm a meghívást. Önöknek tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsoly, a kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra.